A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat a Kezdőkörben, a Fehérvár Média Centrum sportos kibeszélő műsorában. Én mindig nagyon jól szórakozom magamon ebben a főszignálban, hogy szakállas szőrös önmagamon. Egyébként soha életemben nem játszottam PlayStation-nel, ezt most be kell, hogy valljam, hogy ez egy átverés tulajdonképpen. Ellentétben fiatalabb kollégáimmal, akik közül van egyébként itt a stúdióban is most kettő egészen pontosan, hiszen Farkas Szilárd, a Média Centrum szerkesztője. Köszönöm a fiatal jelzőt. Egyik megszokott állom, hozzám képest. Mátói Balázs, ő inkább a magamfajta rutinos évjáratot képviseli, természetesen a műsorban. És Szilárdhoz képest is roppant fiatal Ferenci Nagy Levi, aki szintén itt van velünk. Jó estét kívánok! De ő is, hát ő biztos, hogy játszott már PlayStation-nel, és nagyon sokszor. A nagy probléma, amikor az ember nem veszi észre, hogy most a valóságban vagy, a játékban van. Ez most arról jutott eszembe, hogy egy nagyszerű videó kering a neten Leviről, amint a hétvégi Paks-Vidi meccsen a RBD közepén veri a tamtamot, és mintha nem venné észre, hogy gólt lőtt a csapat. De ez biztos nem így volt, ez csak a felvétel. Nem, egyébként ez gyakran megesik sajnos. Ez a dobosságnak az átka, néha lemaradok erről arról. De hát kit érdekel. De egyébként érdemes megnézni, tényleg a klub, a Fehérvár FC honlapján fönn van egy ilyen kétperces összevágott videó egyébként a közmédia közvetítéséből, és ott van az egyik gól után egy ilyen fekete sereg így megindul lefelé, mindenki örjön, és felevi ilyen fehér pólóban, ilyen révül tekintettel veri a botot, tehát, vagy a dobot, tehát minden tekintetben kilóg egyébként a tömegből. Tényleg a kis a dobos. Fehér pólód miatt még nem szóltak meg, hogy... De hogy nem, egyben megvettem, szóval, de hát mondtam, hogy már nyári idő van, hát én itt nem fog olyan pólót venni, ami beszívja a meleget. Igen, nem volt egyeztetve a dress code rendesen. Lehet, hogy akkor még nyár volt, most ugye ez a tavaszba beköszönő nyárt leváltó ősz időszakát éljük éppen. De nem csak emiatt, de lehet, hogy mire adásba kerülünk, addigra visszajön a nyár. Igen, vagy a tél, mert az még eddig hiányzott, úgyhogy akár még az is lehet, mondtak innen talajmenti fagyokat éjszakára, de nem csak emiatt különleges egyébként ez a mai adás vagy az időpontja, ugyanis emlékeim szerint nem nagyon volt még ilyen, hogy tulajdonképpen adásunkkal egy időben két fehérvári csapat is játszik, nem is kis tétért, mert a röplabda bajnoki döntő ugye elkezdődik Kaposváron, ahol a MÁV előre az egyik érdekelt fél, és hát reméljük, hogy nagyobb sikerrel jár, mint az előző döntőben. Az Alba kosarasai pedig Sopronban bajnoki negyeddöntő második mérkőzést játszanak, miután az elsőt fölényesen megnyerték. Úgyhogy ez egy kedd délelőtt rögzített adás, és mikor adásba kerül, akkor lehet, hogy már egy csomó minden történik, amiről mi egyébként így előzetesen tudunk beszélni. De mindenekelőtt, mielőtt akkor tényleg ezekről a csapatokról szót váltunk, beszéljünk fociról. Egyrészt, mert mindig mindenkit a foci érdekel legjobban, másrészt, mert ahogy említettem, hát itt például Levi ott volt Sopronban, ott én leszek majd most a kosármeccsen, Pakson, ahol ugye a Vidi győzött, 5 év óta először sikerült egyébként Pakson nyerni, és hát az a különleges, érdekes dolog van, hogy mindenki mondja, hogy ősszel a legjobb meccsét a Fehérvár a Paks ellen játszotta itthon, az ugye az utolsó mérkőzés volt az őszi szezonban, egy nagyon magabiztos győzelemmel, és hát Kodró góljaival, akit most megünnepelhetünk, hogy végre sikerült a Ferencvárosban is betalálni, nem tudom, hogy 12. meccsén, igen. És most megint Paks, de Pakson, ahol viszont az utóbbi 5 évben nem nagyon termett babér, és hát talán mondhatjuk, hogy az egész tavaszi szezonban a legjobb mérkőzését most játszotta a Vidi, nem csak az eredmény miatt. És hát a harmadik érdekesség ugye, hogy ezzel 1 pontra megközelítette a Paksot. Most már nem arról beszélünk, hogy a dobogó meg lehet-e, bár még az sincs bebiztosítva matematikailag, hanem hogy akár második helyen végezhet a Fehérvár a Ferencváros mögött, ami 1-2 éve még olyan magától értetődőnek tűnt, vagy éppen fordítva, hogy a Fradi végez a Vidi mögött, de most már így a tavalyi kiesés elleni remegés után az, hogy akár ezüstérmes is lehet a csapat, mindenképpen egy váratlan fordulat. Nem tudom, ti is úgy láttátok, hogy ez a Paks Vidi, ez egy nagyon jó üzenet volt így akár a
nem csak a csapat jelenlegi helyzetét, hanem akár a perspektívákat a távolabbi jövőt nézve is. Abszolút, ez természetesen így van, és igaz, amit állítasz, vagy mondasz. Köszönöm. Mindig is itt a holoklacitát nincs, akivel vitatkozzon az ember, akkor majd beléd állok. Nem, nem. A lényeg az, hogy ez tényleg egy nagyon jó meccse volt a Vidinek. Az idegenbeli találkozók közül szerintem ez volt a leginkább helyén lévő produkció. Igaz, egy kicsit csalóka a kép, mert a Paksot sem láttam még ilyen rosszul játszani. Tehát elképzelés nélkül csak ívelgették, tologatták föl jobbról-balról a labdát, ami persze a Vidi védelme ellen néha nagyon sikeres stratégia is, de nem láttam azt az összezuhanást a kiesés után, vagy a kiállítás után sem, mint például Diós Győrben. Tehát volt tartása a csapatnak, és volt egy Karamokó, akiről már sokszor gondoltam, és sokszor kapacitáltam is fejben, vagy gondolatban zselákot, hogy miért a 18 évesek játszanak olyan helyzetben, amikor ő ott van egy egészséges, fizikálisan nagyon jó képességű, és egyébként láttuk, hogy technikailag is jól képzett játékos. Néha meghúzódik, minden második, harmadik meccsen meg kihagy egy kicsit. Ezek a hátrányai, de most is bebizonyította, hogy szóval magyar szinten egészen primőr csatár. Tehát volt a Vidinek egy nagyon jó meccsem volt otthon, amit te is említettél a Paksen, ami szerintem a legjobb produkciója volt ebben a szezonban, kétségkívül, de idegenben viszont ez a paksi ütközet volt a legjobb meccs, amit idegenben lehetett játszani egy csapatnak, azt a Vidi játszotta, ember hátrányban sem húzódott vissza, nem omlott össze, második gólt már így szerezte, és végül összességében véve azt gondolom, hogy most dacára ennek a visszavont 11-es szituációnak, ezt egy magabiztosan hozta ezt a meccset a Vidi. Az egyébként egy teljesen jogos döntés volt. A paksi vezetőedző Bognár György, aki azért olykor oda-oda szúr, vagy nem tesz lakatot a szájára, ha akár a játékvezetők teljesítményét kell minősíteni, egy szóval nem említette. És ha már Bognár György, nekem az volt, ahogy mondod is, hogy ez a paks, ez talán nem az a paks volt, amit az utóbbi időben megszoktunk, vagy legalábbis ebben a szezon nagy részében, mert valóban ez az ívelgetős, fantáziátlan futball, amiben úgy lehet gól, hogy tényleg egyszer így nagyon eltalálják a labdát, mint ahogy Balogh ugye eltalálta. Viszont nem tudom, hogy ez nem a Vidi érdeme is egyben, bár a Paksnak tényleg mostanában vannak rosszabb meccsei, de mondjuk a Ferencvárostól tényleg 90, nem tudom, hajadik percben kapott góllal szenvedett csak vereséget. Tehát, hogy itt azért meccstervek játszanak, és beszéltük a mérkőzés előtt, hogy ugye kétféle Vidit láttunk eddig, a kis csapatként játszót és azt, amelyik dominálni akar. Jellemzően az erős ellenfelekkel szemben inkább a biztonságra törekedett zselák. Ez meg egy nagyon komplett Vidi volt. És valóban egy ordító különbség mondjuk a Diós Győri meccshez képest, hogy egy kiállítás nem hozott magával olyan következményt, hogy az egész csapat összezuhanjon, bár ez legalább később volt egy kicsit. Tehát én úgy látom, hogy minthogyha az az identitás, amit Zselák nagyon sokszor emleget, az most arra alapozódott volna meg annyira, hogy ez a Vidi ez most már mer játszani akkor is, hogyha egyébként mondjuk nem ő a feltétlen esélyese a meccsnek. Hát a Vidi érdemét ugye nem szabad elvitatni, hiszen ember hátrányban tudta hozni a mérkőzést, de hogyha megnézzük, és ugye már említetted, hogy mostanában a Paks sem muzsikált túl jól, hát érdemes ránézni csak a statisztikára, ami azt mutatja, hogy nem is találkozhattunk volna jobbkor a Pakssal, és nem is játszhattunk volna, ha már van ilyen szituáció ember hátrányban máskor, mint most. Hiszen ha megnézzük, akkor ezzel együtt most már a legutóbbi négy mérkőzését, illetve sőt, de a legutóbbi négy mérkőzését elvesztette a Paks, és előtte pedig döntetlent játszott, tehát hogyha ránézzük a statisztikára, akkor 5 meccs, 0 győzelem. És ebben a sorozatban, hogyha játszhatunk egy csapattal, illetve bármelyik csapat játszhat egy olyan csapattal, aki most hullámvölgyben van, mert mondjuk ki, hogy ez a helyzet, akkor megvan az esélye a győzelemre. Nem tud kijönni a gödörből a Paks, elfogyott a levegő, mondhatunk akármit, elfáradtak a szezonra, ugye nem hiába vannak a második helyen, de éppen ugye beszéltük Zoli itt az adás előtt, hogy mennyire érdekes, hogy a Paks az utóbbi 5 mérkőzésen 1 pontot szerzett, és még mindig a második helyen van, igaz, már csak 1 ponttal előttünk, tehát ebből az oldalról is meg lehet nézni, vizsgálni a dolgokat. Hát ez nyilván a korábbi teljesítményük dicsérete, mert azért nagyon masszív előnyt építettek föl, pont azzal az üldöző mezőnnyel szemben, a Vidivel is egyébként, amelyik nagyon hullámzóan teljesített. Hogyha valaki vagy egy csapat tényleg 4-5-6 meccset tud zsinórban nyerni, miközben az ellenfelek ilyen hurka-gyurka módra, hol megverik egymást, hol kikaptak, akkor nyilván ott lesz előny. Viszont ezzel a hullámvölgy dologgal azért óvatosan kell bánni. Én szerintem minden csapat életében, és a legnagyobbak
életében is jön egy olyan periódus, amikor van egy krízis. A héten, most két héttel ezelőtt még a Liverpool úgy tűnt, hogy mindent vihet ebben a szezonban. Három rossz meccsük volt gyakorlatilag, egy a United ellen, amit tényleg ilyen nagyon dominált, megnyert helyzetből ugye nem tudtak megnyerni. Az Európa Ligában teljesen váratlanul kaptak egy nagy pofont az Atalantától, és a Crystal Palace, amit csak azért hozok ide, mert lehet, hogy ebben a három meccsben elment az egész szezonjuk, de azért a senki nem mondhatja, hogy a Liverpool ne lenne egy domináns, erős, jó csapat. Egyszerűen most van egy ilyen hullámvölgy, amiből nyilván nagy kérdés, és hát itt Bogdár Györgynek meg a Paksnak is a nagy kérdése, hogy van-e annyi a csapatból, hogy kimásszon belőle. Talán ezt értékeljük, hogy a Vilinek azzal együtt is, hogy nem voltak a tavasszal olyan kiemelkedő jó meccsek, de még a nehéz szituációkban is azért egy-egy pontot sikerült csipegetni, nem került ilyen nagyon mély örvénybe a csapat. Te mennyit láttál a meccsből egyáltalán? Hát azért láttam. Az egyetlen párhuzam, amit húznak egyébként a Liverpool és a Paks között, hogy hát a Paksnak ugye kell azért még a Magyar Kupában is teljesíteni. Ugye én azt látom, hogy ők azért ezt szeretnék is eléggé megnyerni. Ami azért úgy, hogy második helyet megőrizzék a bajnokságban, ugye már a bajnoki címről kevésbé beszélünk, de nem annyira egyszerű, főleg, hogy a legutóbbi kupamérkőzésüket is alig bírták megnyerni, a hosszabbításban sikerült, csak nem is tudom, mennyi lett a vége. Igen, a Vasast verték magabiztosan, de úgy, hogy utolsó percben mentették döntetlenre a rendes játékidőt. Szóval azért ez a kettős terhelés nekik nem annyira jó most. Hát, és most reális esély lett az, hogy az Európa Ligában teljesítsen a Fehérvár, ami szerintem sokkal jobban illik a profiába a fehérvári alakulatnak, mint a Paksinak. Ez a magyarokból álló keret bár szimpatikus tud lenni, de szerintem nemzetközi porondon esélytelen, és az átigazolási szezonban most lehetőségünk lenne azért komolyabb játékosokat is vásárolni, és most Tóth Balázs esetében is azért felreppentek a pletykák, hogy bejelentkezett érte más klub is, szóval kénytelen lesz kivásárolni a klub. Reméljük, hogy meg is tartjuk, hiszen a Paks elleni mérkőzés is azért nagy részt rajta is múlott. Nem tudom, ti is így látjátok, de szerintem, hogyha nincs ott a kapuban, vagy egy Kovács Dani lett volna a kapuban, akkor lehetséges, hogy... Szegény Kovács Dani, most hát fél évvel sikerült elűzni, de még mindig kapja. De maradandót alkotott. Igen, Tóth Balázsnak egyébként, tehát szép volt a balog átlövése, de ott azért kellett az, hogy a Gergényi szépen így lehúzza előtte fejét, és meg is csúszott egy picit azért az a lassításokon, látszott a Gergényi fején a labda, ez abszolút megzavarta a kapust, nem véletlenül mutogatott utána, vagy nem értette, hogy most itt mi történt. Hát legalább annyi helye lett volna, mint neked, nem úgy annyi, mint a Levinek, akkor már lehet, hogy lassítja a labdát, nem megcsúszik. Vidi olyan jól menekült az üldözők elől, és próbálta a harmadik helyet megtartani, mondhatjuk így viccesen, hogy ez csak előttünk is van valaki, mindjárt megelőzzük, szóval most így járunk a Pakssal. Ez a magyar bajnokság, de más bajnokság is, hogy a Liverpool itt van az élő példa, amiről beszéltünk. Elég egy 4-5 szériás rossz sorozat, 4-5 meccses rossz sorozat, és már is akkor ez van, ami most történik ott a Paksal. Ott ő mellett egy United szurkoló, mennyire szeretne ő egy ilyen rossz sorozatot, amilyen a Liverpoolnak van most amikor a Premier League bajnoki címe látszik elúszni, még nem úszott el azért matematikailag, meg az Európa Liga elődöntője. Hát, magasabbról nagyobbat lehet esni, úgyhogy most szomorúbb lennék, ha Liverpool lenne a United, és akkor így örültünk 3-4 évig, aztán most meg talán neki lehet állni szomorkodni, de kanyarodjunk is vissza akkor erről az ösvényről. Szívesen beszélgetek, beszéljünk komolyabb csapatokról valóban. Nagy kérdés tényleg, Levi mondja, hogy Európa Liga. Én leginkább azért tudnék örülni, hogyha Európa Liga lenne, mert onnan még a Konferencia Ligába ugye mindig át lehet esni, ugye hát olyan rendszer, hogy lefelé lehet. Az egyik selejtező körbe, hogyha már túljutsz, akkor a másikból már a kisebb kupába át tudsz kerülni egy rossz meccs esetén. Hát nézzük meg a Ferencvárost, ugye óriási ambíciókkal mentek ki Bajnokok Ligájának, aztán a végén ünnepeltük, hogy a Konferencia Ligában volt egy tavaszi párharca. Hát legyen ez a példa, mondtam Szilárdnak is, és ez egy nagyon tanulságos dolog, hogy ugye a cseh bajnokság reprezentása a Pilsen most még a Konferencia Ligában áll, döntetlent játszott az első mérkőzésen, és
ennek is, meg a csehek korábbi remeklésének köszönhetően a cseh bajnokság a koeficiensek tekintetében feljött a 10. helyre Európában, és ez azt jelenti, hogy 2025-től automatikus bajnokok ligája a főtábla helyük van. Na most a cseheket nem csak földrajzilag azt gondolnánk, hogy nincsenek olyan messze tőlünk, de nagyon messze vannak sajnos, tehát nekünk ünnepelni kell, hogy a rendszerváltás óta volt 3 tavasz, amikor a egy-egy csapatunkat jó megverték, de legalább ott volt tavasszal, nekik már rendre 2-3 csapatuk bajnokok ligájában itt-ott. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy nyilván Vidinek is köszönhet a magyar futball az elmúlt 10 évben sok koeficiens pontot, de az most már hát nem nagyon fog. El is úszott egy időben, aztán a Fradi most azért feljebb hozta nekünk. Igen, de talán ez lehet a reális cél, hogy akkor induljunk el egy Európa Liga selejtezőben, aztán kerüljünk át esetleg a konferencia ligába, és ott talán összejöhet egy csoportkör, ami hát szerintem a fehérvári futballnak nagy dolog lenne. Hát persze, hogy nagy dolog lenne. Igen, és ha azon a bizonyos első selejtező, mert ugye első körben mi már ott lennénk, sikerülne tovább jutni. Hát nagy eséllyel kiesnénk már a másodikba, hiszen már azért eléggé nívós csapatok beszállnak, de a konferencia liga harmadik körébe viszont már eléggé nagy eséllyel tudnánk tovább menetelni, és hogyha ott a negyedik körbe sikerülne valami bravúrt alkotni, az szerintem minden fehérvárinak egy álom lenne. Így beszél egy igazi törzsgárd, és kicsit felakadt a szemem, hogy ha úgyis kiesünk a másodikra, hogyan? Hát majd kiderül. A kérdés az, hogy valóban ez a Vidi errefelé tart-e, tehát hogy most hogy látjátok a bajnoki esélyeket, a hátralévő 5 forduló van még? 5. Igen, abból azért ugye mi 3-szor itthon játszunk, tehát azért ez nem egy rossz kiindulási alap. És nem is csak az eredmény szempontjából érdekel, hogy miben reménykedtek, hanem hogy valóban fog-e még koherensebbé, még letisztultabbá, még egységesebbé és működőképesebbé válni ez a csapat. Mert én úgy látom, hogy Zselák alatt az elvitathatatlan, hogy egy ilyen folyamat zajlik. Ez most egy nagyon együtt lévő, valóban egységes, ahogy ő fogalmazott, és ami neki az alapja, hogy identitást szerző csapat, és nyilván ez azért az alapja lenne annak, hogy mondjuk egy európai kupa selejtezőben bármiféle reményünk legyen. Hát azt kell szerintem most megnézni, és az is a mi magunkra hajthatja a vizet, hogy gyakorlatilag, hogyha minden így folytatódik, és mi továbbra is hozzuk a kiegyenlített, kiegyensúlyozott teljesítményt, ami ugye eddig a harmadik helyhez kellett, és nem kell tényleg foggal körömmel ahhoz ragaszkodni, bár jó lenne, ha minden a következő 5 mérkőzést megnyernénk, de most nagyon úgy néz ki, hogy a Paks fogja elveszíteni a második helyet, és mi kerülünk majd fel a második pozícióba. Tehát nekünk nem kell foggal körömmel harcolni azért, hogy másodikak legyünk, hogyha a Paks nem tud kijönni az előbb említett Gödörből. Szerintem roppant egyszerű a helyzet továbbra, és azt mondom, hogy a 3 hazai meccset az Alegerszeg, az MTK és a Diósgyőr ellen meg kell nyerni, és akkor még az sem biztos, hogy ezzel nem lesz meg az ezüstérem, de a bronz egészen biztos. Ez már matematikailag is biztosított lenne, ha a 3 hazai meccs megvan. Ja, hát azért azt se felejtjük el szerintem, hogy ennek a második helynek akkor van igazán jelentősége, hogyha a Ferencváros nyeri meg a kupát, hiszen akkor indulunk valójában Európa Ligába. Különben igaziból lényegtelen most, hogy most második, nyilván nem, de mégis. Hát jelen pillanatban ugye arra van némi esély, hogy a Ferencváros és a Paks játssza a kupa döntőt, ez esetben pedig a negyedik hely is már európai kupa indulást érhet valakinek, tehát hogyha Fradi Paks kupa döntő lesz, akkor egészen biztos szerintem, hogy a Vidi kupa induló lesz. Nyilván nem mindegy, hogy melyik kupában, de a kérdés számomra változatlanul az, hogy ezt a alakuló, egyre masszívabb, egyre egységesebb csapatot hogyan lehet tovább erősíteni, lesz-e erre törekvés, vagy inkább arra fog menni a jelenlegi tulajdonos, ugye tulajdonos váltásról is szóltak a pletykák, meg a hírek, hogy hát mi kivegye belőle, ami benne van jelen pillanatban, mert például Tóth Balázs, ha már erről beszélünk, valóban most zsebbe kell nyúlni, hogy őt az opciót lehívva megvásárolja a Vidi, de ki tudja, nincs-e az benne, hogy akkor azzal az erővel akár tovább is adni, hiszen egy fiatal, egészen parádés formában védő kapusról beszélünk. Hát én szerintem a szurkolók most megennék a Garancsi tulajdonos urat úgy élve, hogyha megvennél Tóth Balást, és mindjárt jó pénzt csinálna belőle. Hát a futballban van ilyen, érthető a történet, volt is itt a Videótonnál, nem is olyan rég erre ugye példa, mert hát Kodroék is úgy mentek el, jó, kivásárolták őket hivatalosan a szerződésből, de hát nyilván, hogyha Vidi annyira kapaszkodott volna utánuk, vagy
mindenáron meg akarta volna őket tartani, akkor van egy olyan sonda gyanúm, hogy maradtak volna, vagy nem mentek volna így el. Szerintem ez most egy nagyon jól összerakott vidi, nagyon jól összeállt vidi, hogy ebben mennyi szerepe van Zseláknak, és mennyi szerepe van annak, hogy a csapatban maradt játékosok felfogták azt, hogy mi a dolguk, és valóban nem széthúzás van az öltözőben, hanem egy jó kollektíva, egy jó közösség, egy jó csapat alakult itt ki. Ez tényleg vitathatatlan, és azt sem, hogy a jövőre nézve ez feltétlenül pozitív, és itt tényleg az a nagy kérdés, hogy mi a tulajdonos úr szándéka a folytatásban, hogyha nem tudom eladni a nyárig a klubot, akkor juss sem teszek oda még pénzt, és akkor megint nyilatkozok egyet, hogy ne várjatok tőlünk semmit, mert gyengék leszünk az idén, aztán legfeljebb lesz még egy bronz vagy ezüstérmünk, ami persze neki jó nyilván, mert üzletileg jó tárgyalási alap, ha szeretne új befektető társat találni, vagy talán az egész klubot eladni egy másik befektetőnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most már akkor legyen meg a dobogó, legyen meg az európai kupaindulás, aztán jön új tulajdonos, vagy befektető, vagy nem jön. Ez nyilván a jövő zenéje, de én azt gondolom, hogy ha okos a tulajdonos úr, már pedig én szerintem okos, akkor átlátja ezt a helyzetet, és oda teszi azt a pénzt, ami kell Tóth Balázshoz kell, egy kis nyári erősítéshez, minél nagyobb a marketing értéke a csapatnak, és egy európai kupaindulás ezt mindenképpen alátámasztja, annál jobb a tulajdonosi körnek is. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket a szurkolók és mi is ilyen kicsit ilyen idealista alapon közelítünk meg, de talán lehet azt is gondolni, hogy jó most a vidiben focizni, lehet, hogy anyagilag nem annyira jó, mint amikor tényleg itt ilyen rekordfizetések röpködtek és vettek föl játékosok úgy pénzt, hogy aztán a pályán ennek nem nagyon láttuk a viszonzását, legalábbis az utóbbi években. De talán nem csak a fizetésekről szól a dolog, amit lehet látni például ezekben a videókban, fotókon, a közvetítésekben is, hogy nagyon együtt van a csapat, és ez szerintem azért számít akkor, amikor mindenki a jövőjéről tárgyal, arról, hogy itt most akár nemzetközi kupában el lehet indulni, közben elég jól érezzük magunkat, jó az edző, jó a szakmai stáb, és hát akkor itt tényleg megkerülhetetlen Zselák, akinek te nagyon nagy kritikusa voltál sokáig, lehet, hogy még vagy is bizonyos szempontból. Néha, igen, látom, amit látok. Mert én azt gondolom, hogy itt nem csak, tehát minden csapat vezetése az akár csak egy cégnél, egy vállalatnál nem csak szakmai döntések, hanem nagyon sok egyéb dolognak a függvénye. Olvastam olyan véleményt, azt hiszem az m4sport.hu-n, ahol Ted Lassohoz hasonlítják, nem tudom hányan látták, vagy láttátok a sorozatot, amiben egy Amerikából érkező, az európai futballal köszönő viszonyban sem lévő edzőt neveznek ki egy angol fiktív Premier League csapat élére, aki hát azzal nyer meg mindenkit, hogy a személyisége elképesztően pozitív, megnyerő, és ezáltal hozza ki a játékosaiból a legjobbat, miközben szerintem a kapufát a szöglezzászlótól nem tudja megkülönböztetni nagyjából. Nyilván ez egy szélsőséges dolog, de a pozitív személyiség, a csapatépítő erő az, hogy valaki elhiteti egy játékosa, vagy megérteti, hogy milyen identitást kell képviselni egy klubnak, az egy nagyon fontos dolog. Én ezt látom Zselákon, és őszintén szóval örülök, hogy amikor a kritikus időszak volt, akár tavaly, akár az idei szezon elején, akkor bár mi is nagyon kritikusak voltunk, nem történt meg a Magyarországon bevált forgatókönyv. Most is van olyan magyar csapat, aki már a harmadik edzőjét fogyasztja egy szezonon belül. Szóval ti mennyit tulajdonítotok Zseláknak ebből, ahol most a mai vidi tart? Szerintem mindenképpen neki, mondhatunk százalékokat, de talán 60-40-ben neki áll a zászló. Tehát mindenféleképpen az edzőnek szerintem az érdeme az, hogy most itt tart a csapat, hiszen őt nem lehet eltántorítani egy bizonyos elképzeléstől. Ő ragaszkodott ahhoz, hogy bizonyos játékosok jöjjenek, menjenek. Ez legyen taktika, így álljunk fel, te ide mész, te oda mész, te csinálod. És ennek megvan a gyümölcse, ha úgy látszik. Viszont az is érdekes szempont lehet, hogy a tulajdonos úr azt mondta, hogy nem nagyon kell most elvárásokat támasztani, lesz, ami lesz. És most, ha azt mondjuk, hogy visszanyal a fagyi, mert hogy így is lehet, akkor meg, tehát ha így is lehet, akkor menjünk itt tovább, vagy rakjunk bele pénzt, hogy itt már különböző felvetések jöhetnek és jönnek megint, de ami közben eszembe jutott, az még az is, hogy örül a szurkoló, örül a tulajdonos, örül a klubvezetés, örül a szakvezetés, örül az edzői stáb, de örülhetnek azok a játékosok is, akiknek esetleg eddig ugye a tavalyi szereplés, tavalyi csúfos szereplés mondjuk ki, okán nem biztos, hogy vonzó célpont volt a vidi, esetleg olyanok, akikkel tárgyaltak, de akkor nem jöttek ide. Most nyilván és nem is az, hogy a harmadik vagy a második hely, hanem egy kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott csapatnál,
és amit ugye említettünk is, hogy itt most jó a légkör, jó itt játszani esetleg, hogyha az itt játszók elmondják a tapasztalataikat, vagy ha valakit megkeres a vezetőség, és ide telefonál, hogy te figyelj, Karamoko milyen itt játszani, hogy azt mondja, hogy nagyon jó, akkor ide jöjjek szerintem. Tehát szerintem próbáld meg, biztos, hogy ezen a vonalon is elindul majd az eszmecsere. Úgyhogy itt most az eredmények tükrében, itt most lehet úgymond fejleszteni a csapatot, és az jó kérdés, hogy kell-e fejleszteni a csapatot, lehet-e ezen a vonalon tovább menni, kellenek új emberek, kell-e még egy Karamoko, úgymond, aki a gólokat szállítja, hiszen a gólokkal nyerjük meg a mérkőzést, vagy pedig tovább kell menni ezen az úton, de az biztos, hogy ez egy jó ösvény, és amit én ugye szoktam mondani, hogy majd nézzük meg 5-10-15 meccs, hogy hol tartunk, hát most már nézegethetjük, hogy hol tartunk, és ennél lejjebb már nincsen szerintem. Siker recept, egyharmad zselák, egyharmad szerencse, és egyharmad csapat. Tehát amit a csapat, az edző és a szerencse össze tud rakni így három harmadban, ez az, ami összerakta ezt a szezont, mert most már tényleg kimondhatjuk, mert nem gondolom, hogy 5-ből 5-öt el tud veszíteni a csapat, ha akar, akkor sem biztos. Szóval mindenképpen ez egy sikeres szezon, mindenképpen a jövő útja így építkezni, ahogy, hogy ebben mennyi volt a szándékosság, mennyi volt a szerencse, azt most ne firtassuk, hogy ez így alakult, de kell, mindenhez kell a szerencse, ehhez is kellett. Egy biztos jó az alap, és ezzel az építkezési szisztémával beépítve fiatalokat, de nem feltétlenül mindig így jelöltetve, hogy hú, ha már elment, vagy úgy gondoljuk a meccs, akkor játszon a fél csapatban már 16 meg 18 éves, hanem szisztematikusan egy-két fiatal szezonra beépíteni, megtartani, és úgy kinevelni, hogy őket aztán tényleg majd néhány év múlva el lehet adni jó pénzért külföldre. Hát ez lenne, ez lenne az az üzleti modell, ami a magyar futballban nagyon nem akar működni, ellentétben például a Csevel szerintem, mert azzal ott együtt, hogy klubjaik vannak. Egy szó, hogy ugye azt mondjuk, hogy el lehet adni a játékosokat külföldre a csapatból. Mi lenne, ha most már magunkat adnánk el egy kicsit külföldre a teljesítményünk? Nyilván csak az én mint a gondolatot lezárva, tényleg az lenne az ideális, ha feljönne időnként, vagy feltűnne két-három olyan fiatal, akik mondjuk 3-4 évente olyan szintre fejlődnek a magyar bajnokságból, hogy valóban aztán karriert csinálhatnak. Ezt azért nem látom, de nem csak Fehérváron nem látom. A Fradi fel van mentve ez alól, mert azt mondja az elnöke, hogy mi csak így tudunk Európa Ligába szerepelni, meg BL-be menni, hogy 76 légiósunk mellett három magyar szedi a labdát. Nekik elfogadjuk, oké, én ugyan nem, de mindegy, de akkor mondjuk azt, hogy legalább a többi csapatnak legyen az a küldetése, hogy például magyar játékosokat nevel és ad feljebb. Jó, hát a Vidi témát kiveséztük, még egy gondolat, hogy a hétvégéről mit várjunk. Ugye a Paks felcsúton játszik, ami egy olyan mérkőzés, ami... Igen, most lehet tényleg mennek a fehérvári szurkolók majd felcsútmásra. Ahogy az edzőjük ezt már megjó mondta. De nem azért, hogy a felcsútnak szurkoljanak, hanem hogy szurkoljanak Paks ellen. Ez a szegény döntetlen, itt a Vidi nyer, és akkor megvan a második hely. Na hát Puskástól még jobban elléptünk, tehát ezt így meglátjuk, én azért nem vagyok abban sem biztos, hogy a Paks nem talál előbb-utóbb önmagára, vagy nem jön ki nekik most megint egy meccsen a lépés. A Puskás Akadémia is azért eléggé hullámzó szezon produkál. Ami érdekesebb ugye, hogy Márton Gábor vezetésével az Alegerszeg érkezik Fehérvárra. Mártont azért én úgy ismertem már játékosként, edzőként is, hogy azért oda-oda mondogat, néha egy kicsit az egója az rendesen kitüremkedik a nyilatkozatok mögül. Itt Fehérváron tulajdonképpen még azt is mondhatta itt a Zselákéra közepén is, hogy még mindig ő volt a legutóbbi évek legsikeresebb edzője, azért nemzetközi kupában is indult a csapat. Addig úgy is volt. Igen, aztán neki nem járt annyi bizalom egyébként, mint Zseláknak, ez tény és való egy nehezebb periódusban, de biztos vagyok benne, hogy kellően sértetten is feltüzelve érkezik Fehérvárra, a csapata pedig hát azért nincs rossz formában tavasszal, úgyhogy szerintem ez egy jó kis erőpróba lesz megint a Vidinek. Nagyon jó taktikai érzéke van a Mártonnak, és nagyon jól ismeri a Vidit, úgyhogy nagyon figyelni kell az etére. Hát ugye a legutóbbi meccs is az őszi 3-3-as meccs, jó, persze ott a kiállítás volt, meg egyéb más történések. Én azt gondolom, hogy egyébként egy hasonló nyílsisakos meccset lehet várni a találkozótól. Remélem, hogy nem azt játszatják a Zselák a Vidivel, amit a Debrecen ellen, hogy beállunk védekezni, és aztán próbáljunk találni egy 11-est, azt nyerjünk valahogy úgy. Az nagyon nem tetszett nekem, és szerintem sokaknak sem, amit a Loki ellen itthon játszott a Vidi. Ellenben ez a Paksi, ez tényleg jól mutatott. Szóval én azt gondolom, hogy nem lesz könnyű, de be kell húzni a Vidinek, nincs mese, most már ott van a dobogó második fokához egy lépésre. Tehát itt,
itt már nem szabad elhasalni. És Márton ide jó erőkből áll az zete, ide vagy oda, Máncét meg kell fogni, Mártonnak meg följön a feje, hogy most mit csináljon ezzel majd a második fél, de maga látja, hogy Mánce nem tud helyzetbe kerülni az első fél időben, amúgy Kroázé és azért vannak ott még jó játékosok az etéve, tehát semmiképpen nem leírva őket, de azt gondolom, hogy a Vidinek esélyesként ezt a meccset be kell húzni. Gondolkoztam, hogy most le kellett leírnom egy papíron, amit most mondtál, akkor nagyobb a három oldal kellett volna hozzá, mert jó hosszabb fejtegetted. De nyilván így van, gondolom majd adod az ütemet a hát persze, és hát ugye Zettellen voltak eddig idén a egyik legnehezebb mérkőzésénk idegenből, ugye kikaptunk, bár ott a fiatal percekre azért odafigyelt a Bartosz mester. Hazai pályán meg ugye egy ilyen nyögvenyelős 3-3-at sikerült összehozni, Fiola ugye akkor ki is állította magát, és hát ugye a legutóbbi meccsük is az Zettének azért én azt gondolom, hogy most a Fradi kivételesen nem leadta a pontokat, hanem elvette tőlük, úgyhogy nem is fújtak be nekik egy szerintem vitatható 11-est. Ugye Máncét azért kicsit agyon taposták. De, szóval egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de szerintem hazai pályán ezt hozni kell a Fehérvárnak, mindenképpen főleg egy ilyen helyzetben. Na hát majd most derül ki, hogy valóban amikor kell, akkor egy egységes és jó csapat tud lenni a videó, hogy azt láttuk Pakson. És hát láttuk Arkonik Alba Fehérvártól is, hogy kell játszani egy olyan csapatnak, amely esélyesként megy bele egy párharcba. Elkezdődött a kosárlabda bajnokságban a rájátszás. Megtapasztaltuk a hokisoknál, akiket tényleg joggal ünnepeltünk egyébként egész szezonban, és egy óriási nagy párharcot játszottak ugye a rájátszásban is, hogy azért az alapszakasz helyezés nem garancia a továbbjutásra. Nyilván az Albának azért nincs olyan nehéz ellenfele, mint a hokisoknak volt, tehát ez a párhuzam nem áll meg. De hát ez a Sopron elleni első meccs igazolta, hogy ez egy külön műfaj. Ugye 12-0-a kezdett az Alba, de mire észbe kaptunk, már a Sopron vezetett még az első negyeden belül. Szóval ez egy nagyon hullámzó játékrész volt. És aztán jött az a gyilkos harmadik negyed, ami most már nem tudom hányadszor bizonyul döntőnek. Az Alba rendre szünet után rohanja szét az ellenfeleit. Összességében szerintem ez egy tök jó első mérkőzés volt. Nyilván a ma esti másodikon fog ez állni vagy bukni, hogy tud-e ez sima lenni ez a negyeddöntő, de összességében ugyanazt lehet szinte mondani, mint a Vidinél, hogy amit vártunk a csapattól, azt úgy hozta egy nagyon fontos kiélezett tét szituációban. Abszolút, és szerintem a mai lesz a kulcsmeccs, persze ezzel most nagyon okosságot nem mondtam, mert ha tudja a csapat hozni valahogy ezt a soproni meccset, ahogy tudta az alapszakaszban is, azért tegyük hozzá, a hazai volt a nehezebben begyűjthető, illetve amit nehezebben hoztak, akkor nincs mese, akkor szerintem simán 3-0-val megy a söprés, ahogy tavaly is eljutott a csapat a fináléig, de itt is, ahogy az Ete ellen a Vidi esetében, azt mondom, hogy azért ez egy stabil, jó csapat ez a Sopron, jó játékosokkal, jó edzővel, nagyon kell figyelni, főleg a mai meccsen. De hát te, Zoli, ott leszel, úgyhogy fölemeled a kezed, srácok, figyelj, és akkor majd már mindjárt mindenki tudja, hogy mi van. Igen, most itt vagyok, ott leszek, aztán ott voltam, itt leszek, mindegy, bonyolult, igen. Nem tudunk benne, hogy most meg lesz ez a mai meccs, de hogy ha meg lesz, akkor a továbbjutás is meg. Arra emlékszem, hogy a Sopronban volt egy 10 éves, azt hiszem pontosan 10 éves korszak, amikor az Alba nem tudott meccset nyerni Sopronban, bármilyen jó Alba volt egyébként, az egy nehezen bevehető idegen, vagy egy nagyon jó hazai pálya, ha úgy tetszik a Sopronnak, valóban ez nagy kérdés lesz. Az azért látszik, ugye 3 meccset játszott a két csapat egymással, az alapszakaszban 2-t, meg most egyet a rájátszásban, mindegyiken 100 pont fölött dobott az Alba. Tehát úgy tűnik, hogy olyan szempontból azért fekszik ez az ellenfél a fehérváriaknak, hogy a játékuk erősségét, tehát az Alba játékának az erősségét nem igazán tudja kivenni a Sopron. Az Albáról mindenki tudja, hogy egy elképesztő erős támadó potenciállal rendelkezik. Itt a kérdés az, hogy ezt valaki le tudja fékezni bármilyen mértékben. Hát nagyon azt látszott szerintem, én csak az összefoglalóját láttam a mérkőzésnek, de az látszott, hogy azzal, hogy dobtuk ugye 3 pontosokat, ahhoz mondjuk olyan helyzetek kellenek, ami nyugodtságra ad okot, mivel ugye a 3 pontosokba kell állni, el kell dobni, kicsit messze van, azért most laikusként beszélek. Azért de... az összefoglaló, mert ott mindig bemegy. Ott mindig bemegy, általában azokat fágjuk be, ami ugye bement, de tényleg, hogy volt idő beállni, volt idő eldobni, ezzel azt akarom mondani, hogy egy nyugodt légkörnek látszott ez a mérkőzés, tehát nem izgultak a srácok azon, hogy itt bármi probléma lehet, jöhet ez abból is, hogy ugye, hogy egyszer se kaptunk ki tőlük a szezonba,
és ahogy írták az egyik cikkben is, reméljük, hogy most megyünk utoljára Sopronba. Kritikus szituációkban volt az Albának, azért ne felejtsük el, két vezér alakja, akiknek ültek a dobásai, Vojának, Vojvodának és Chambers is, amikor kellett, amikor a legjobban szükség volt rá, akkor ott volt nem először, és hozta a prémium pontokat, remélem, hogy ma is így lesz. Hát az nagyon feltűnő, ugye most azt hiszem több mint 50%-kal triplázott egyébként ezen a mérkőzésen az Alba, és 15-3 pontos dobott, Chambers egy maga hetet. Komoly, komoly produkció. És ez nem először történik meg a szezonban, tehát valójában miközben nincs klasszikus erős centere az Albának, van azért a palánk alatt olyan fizikális játékos, akire muszáj behúzódni, aki egyébként nagyon mozgékony, tehát be tud magával vinni játékosokat, és abban a pillanatban a kinti dobásoknak nyilván megnyílik a tér, amivel elképesztően jól él az Alba, de például ez az a műfaj, ami azért otthon egészen más szokott lenni, mint idegenben, a mindennapos edzések helyszínén ismerve a termet azért máshogy dob egy csapat, úgyhogy ez egy jó kérdés lesz, hogy például ezt a triplázást ezt meg tudja ismételni Sopronban az Alba, mert egyébként, hogyha mondjuk így dobnak a fehérváriak, akkor szerintem nem, hogy a Sopron bárki ellen esélyesek. Igen, és hát ugye a Sopron majdnem csak a tripláinak a felét kihagyta, amivel egy Alba elleni mérkőzés nyilvánvalóan nem lehet megnyerni, hiszen rendkívül gyors játékot játszik az Alba, és hát aki játszott már kosárlabdát, azért ezt az ütemet felvenni azért nem egyszerű. Nem egyszerű. Te játszottál már? Hát én kosárlabdáztam, nem azért. Kevés ideig. Igen, igen, nagyon nagynak tud tűnni kosárpálya, ezt tanúsítom, én nagyon ritkán játszottam mérkőzésszerűen, de amikor ilyen szurkolói csapatban igen, tehát mondjuk kétszer oda-vissza lesprintelni egy kosárlabda pályán úgy, hogy közben védekezni is kell, vagy odaérni a végére, és akkor még ugye jó kell dobni. Ez nagyon nem könnyű dolog, ennél csak kézilabda szélsőként volt nehezebb, amikor az ember vasalóként rohangál lefelé egy 50 méteres szakaszt megtéve oda-vissza nem tudom hányszor. Tehát valóban van abban, amit Levi mond igazság, hogy ezt fizikálisan bírni nem könnyű. Ami szerintem nagyon nagy erénye az idei Albának, és itt akár történelmi távlatokba visszagondolva is, amióta ennyi légiós lehet a csapatokban, mert mondjuk jó, hogy Shannon és Blanks két extra légiós volt, és bajnoki címeket hoztak, vagy címet hoztak az Albának, utána is mindig volt egy-két, vagy akkor néhány jó magyar. De az, hogy öt légiósban gyakorlatilag nincs kakukk tojás, hogy mindegyik légiósunk magyar szinten meccsnyerésre képes, ez azért szerintem még akár a bajnok csapatokban sem feltétlenül így volt. Abszolút. Most nagyon jó sikerült az Albának belenyúlni ebbe a légiós kontingensbe. Chris Martin sem volt szerintem rossz játékos, csak nála más problémák lehettek, nem hozta úgy az elején a pontokat, meg a formáját, ahogy ami egyébként a statisztikái, meg a korábbi mutatói alapján várható lett volna tőle, de ott is jól sikerült a váltás, ugye Robert szintén prémium játékos, nagyon jól játszott, és hál' Isten ezt a fegyelmi ügyet ezt sikerült úgy megoldani, hogy nem kellett helyettük itt a rájátszás előtt új játékosokat nézni, és úgy néz ki, hogy most még, tehát azóta még jobban játszanak, mert Diki ugyanúgy kapkodja a lepattanókat, nyomja a blokkokat, hihetetlen Pali egyébként, ahogy tud védekezni, meg a lepattanókért menni, és Roberts is egyre jobban beérik ebbe a csapatba, úgyhogy én most már egyre optimistább vagyok még a döntőt illetően is, mert ugye megmutatta ez a csapat, hogy az a Falkot le tudja győzni. Igen, maga biztosan. Azért ebből a soproneli találkozóból szerintem nem szabad kiindulni nem szabad, a továbbiakban. Meglátjuk, minden esetre ugye a menetrend úgy néz ki, hogy kedden, vagyis az adásunk napján játszik idegenben az Alba, és aztán pénteken lesz itthon egy meccs, ami egyébként egy nagyon érdekes téma, és nagyon sokat beszéltünk erről már ebben a körben is, meg mindig, amikor a fehérvári sportról beszélünk, hogy pénteken úgy fog kinézni ez a délután, hogy 5 órakor Alba Sopron, szintén 5 órakor már előre Kaposvár bajnoki döntő egy másik sportcsarnokban, és akkor még fél hétkor azt hiszem, ugye Magyarország-Norvégia Alba Aréna avató jégkorong mérkőzés. Hát nem tudom, van-e annyi sportszerető ember Fehérváron, hogy ezt mondjuk ahány összesen ezt a mérkőzést, ezeket a meccseket meg tudja nézni, de nyilván egymás elől szippantják el azért a nézőket. És nem tudom, hogy hol lehetett volna ezen változtatni, mert a röplabda döntő nyilván televíziós, ott meghatározza a tévé, a aréna avatás szintén, és nyilván nem lehet délután 2-kor játszani pénteken, és hát ott vannak a kosarasok, akik pedig hát innentől kezdve aztán akárhova rakhatták volna, mindenképpen ütközik valakivel.
Szóval ez megint egy olyan szituáció, ami nem tudom, hogy szerencsés vagy szerencsétlen, mert nyilván Balmazújvárosban ez nem képzelhető el. Főleg úgy, hogy szombaton egyébként, ami a fő sportnap szokott lenni, meg szinte semmi nincs. Hát lesz semmi még egy hoki meccs, igen. Hát, azok kedvéért, akik nem fértek be elsőre. Okay. Én is csak az elsőre. Át is rakták a Vidi meccset vasárnapra. És azért, hogy a Vidi is vasárnap játszik, tehát szombaton pont akkor, amikor általában szokott lenni a sok meccs, akkor nem lesz semmi gyakorlatilag a barátságos hokin kívül. Így tervezzenek a családok programokat. Mondjuk szombaton kell elmenni kirándulni ezek szerint a Vidi szurkoló apukákkal. Hát megnézhetik a felsőti kisvasutat. De már mindenképpen Fehérvárok ezreit vizionálod felsőtve ezen a hétvégén. Jó, hát a röplabdával egyébként most azért nem foglalkozunk bővében, hogy mondom, most van gyakorlatilag a döntő, nem nagyon tudunk mit mondani, nyilván hajrá Máv, és szurkolunk, hogy jól sikerüljön a bajnoki döntő. Viszont akkor zárjuk az adást megint egy kis focival, azért mert a Bajnokok Ligájában és ugye az Európa Ligában is kialakul a legjobb négy mezőnye ezen a héten. Főleg a BL-ben káprázatos és emlékezetes első meccsek voltak, ugye a Manchester City 3-3-at játszott Madridban, a Bayern München is várakozáson felül jó eredményt ért el az Arsenal otthonában, a Barcelona idegenben verte meg a Paris Saint-Germain szintén nagyon gólgazdag meccsen, és még az talán legkevésbé figyelem központban lévő Atletico Dortmund meccsen is volt némi dráma, és ott is tök nyílt a továbbjutás kérdése. Hogy látjátok az esélyeket, most kiket tippelnétek a négy közé a BL-ben, aztán majd jövő héten mindenkin számon kérem. Fú, hát nem egyszerű, hiszen szerintem ez az elmúlt évek egyik legjobb eddigi rájátszása. Hát talán a Bayern München-t ezt nem is értettem, hogy miért becsülték le az előző mérkőzésen, akárcsak a fogadóirodák. Mert rettenetesen rossz szezonja van egyik önmagához képest. 4-50 sorcot adtak, de hát várható volt, hogy azért a Bajnokok Ligájában tovább akarnak jutni, és egyébként én őket is jósolom a továbbjutásra. Ez az Arsenal, ez nem az igazi szerintem még. Lehet, hogy már jövőre azért egy jobb eredményt el tudnak kérni. Hát a Premier League-ben azért még mindig masszív bajnok esélyesek az idén, és fergetegesen jó szezonjuk van. A Bayern-nél is az első 20-25 percben ott azért több góllal elmehettek volna. Inkább ott az az érdekes, hogy valóban, mintha a BL-ben küzdködnének, mert már a Porto ellen is tényleg ez a malacai égen effektus, tehát igen. A végén a 11-eseket nagyon jól rúgták, de senki nem várta, hogy ez ennyire szenvedős lesz. Viszont a kapusok, ahogy itt, az mindenki kritizálta. Ez valószínűleg igaz, hogy szépen csillogna ugye az aranyérem meg a kupa a Bajnokok Ligájában, de az Arsenalnak én azt gondolom sokkal fontosabb, hogyha választani kell esetleg, hogy a bajnokságot megnyerjék, hogyha most már ugye itt az esély rá. Biztos vagyok benne, hogy a Premier League a fontosabb az Arsenalnak. És akkor ez meg fog látszani az eredményen a BL-ben? Lehetséges, hogy ez meg fog látszani az eredményen a BL-en, és már lehet ezzel takarózni, de hogyha tényleg mindenki a szívére teszi a kezét, nem vagyok Arsenal szurkoló nyilvánvalóan, de ha megkérdezném egy Arsenal szurkoló barátomat, biztos, hogy azt mondaná, hogy a Premier League-et választaná a BL helyett. De ezek a paksiak a Magyar Kupára mennek most már a jó kis bajnokság helyett. Mondjuk ott már elúszott úgyis a bajnoki cím. Jó, hát szóval akkor inkább egy Bayernre szavaztok a párharcban? Én ebben a párharcban igen. Aha. És mi lesz a City Real visszavágó? Hát az, ami megjósolhatatlan szerintem. Tehát az a mind a két csapat, ami klasszis teljesítmény. A Realnak akkora BL rutinja van, hogy az most is látszott, hogy nagyon sokat számít. Én azt gondolom egyébként, hogy a otthon hazai pályán nyilván a City esélyesebb, mondjuk Guardiola is nagy taktikus. Ez tényleg egy megjósolhatatlan párharc. Én inkább azt szeretném, hogyha a City jutna tovább, valamilyen szimpatikusabb nekem, mint a Real. Talán azért, mert Spanyolországban Barcelona drukker vagyok, de tényleg elmehet megmondani, hogy mi lesz. A Barca PSG párom, szeretném, ha a Barca jutna tovább, de annyira nyílt meccs volt ott Párizsban is, hogyha a PSG rárúgja a vezetés után, a második gól után a harmadikat, negyediket, akkor sem szólhatott volna senki. Az is egy megjósolhatatlan párharc, Camp Nou, vagy illetve nem Camp Nou, mert átépítés van az olimpiai stadion, Barcelona lesz ugye a mérkőzés otthona, tehát ott sem jósolható meg, hogy ki fog tovább jutni. Dortmund otthon bármire képes, főleg ha úgy játszik, mint az utolsó 15-20 percben, amikor nagyon visszajöttek Madridban az Atletico ellen, és akkor melyik párharc nincs még, amit vizionálni? Végigmentünk tulajdonképpen ezzel. Jó. Hát azért a Dortmundot ezt én nem tudnám elképzelni, hogy ezt a rendkívül jól védekező Atletico Madridot meg tudná verni.
De hát ebben a BL-ben aztán tényleg történnek csodák. Tényleg, de ebben a szakaszban már láttuk is az első meccsek alapján, nincsenek gyenge csapatok itt, bárki meg képes arra, hogy tovább jusson. És hát mindig lehet, hogy valamelyik csapat, amelyik például éppen az egész szezon tekintve azt gondolnák, hogy nincs a legnagyobb formájában váratlanul, mondjuk én a Barcelonát pont ilyennek látom. A Barcelonának, hogyha lesz annyi szerencséje, hogy a Dortmund esetleg a fergeteges stadionjában kivívja a továbbjutást, egy Barcelona Dortmund elődöntőné viszont már az egy főnyeremény lenne szerintem a kataláloknak. Barcelona esetében az is érdekes, hogy Xavi például ő már ki is jelentette, hogy ő el fogja hagyni a szezon végén a csapatot. Hát kijelentették vele, most meg könyörögnek neki majd, hogy megy a presszió, menjen hogy vissza. Attól függ, hogy meddig jutnak. Igen, most kicsit megváltozhat a dolog. Nyilván egy BL döntővel azért megváltozna a helyzet. Hát persze. 17-16 éves gyerekek rohangáltak a pályán a legutóbbi találkozón is, azért én nem vagyok benne biztos, hogy ők lesznek az esélyesebbek ebben a párharcban, de azért a PSG sem az a PSG, akiket az elmúlt évben megszoktunk. Nem, Mbappé nagyon nem találta magát például ezen a Barcelonában. Luis Enrique biztos szurkol a Barcelonának, akár hogy ő a Paris Saint-Germain edzője. Na ő például szerintem egyik azoknak az edzőknek, akik túl vannak értékelve. Tehát csak zselákra mondtad. Én azt gondolom, hogy nagyon jó eredményei vannak, nyert BL-t ugye a Barszával, és nagyon sok jó eredménye van edzőként. Egyéb nagy nevű, de a spanyol szövetségi kapitányként sem voltak olyan eredményei. Hát az más szövetségi kapitányként dolgozni nyilván. Valahogy úgy érzem, hogy ő azért nem. Most nem fogom megvédeni Luis Enriquét, mert lejárt az adásidőnk, és különben is minden edző megköszönheti, hogy te elparentálod, mert akkor jön előbb-utóbb a nagyszerű teljesítmény tőle. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor a jövő héten visszatérünk majd, hogy ki volt a legjobb jós a kezdőkös stábjából. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.